Zöldváros projekt multifunkcionális rendezvénytér épül nyár végéig Máté Szalka szívében. Civil felajánlás, több mint 36 millió forint értékben mobil röntgenkészüléket vásárolhatott a József András Kórház. Nyár végére multifunkcionális rendezvénytere és új játszótere is lesz Máté Szalkának. Ez a Kölcsei Televízió híradója. Köszöntöm Önöket! A Zöldváros projekt részeként utcabútorokat és okospadokat is kihelyeznek, modern öntözőrendszert alakítanak ki, és a térvilágítás is megújul. A városban a projekttől függetlenül más munkálatok is zajlanak. Lesz idejük hozzászokni a markoló és a többi munkagép zajához a Máté Szalka belvárosában élőknek és dolgozóknak. A járványhelyzet ellenére is megkezdődtek a munkák a közelmúltban, a Zöldváros Európai Uniós pályázaton sikerrel járt projekt keretében. Megújul a Szalkai László tér, egy multifunkciós rendezvényteret kívánunk kialakítani, amely alkalmas lesz a nagyobb léptékű városi rendezvényeink, mint például a Fényes Napok megrendezésére, de a kisebb városi rendezvények megrendezésére is alkalmas lesz. Öntött gumi burkolattal rendelkező játszóteret alakítunk ki, hogy az év 365 napján is igénybe tudják venni akár a kisgyerekes családok is. Megfelelő, esztétikus és a kor követelményeinek megfelelő utcabútorok kerülnek elhelyezésre. Két darab okospaddal, amelyet reményeink szerint a fiatalok nagy örömmel fognak igénybe venni. A patkakövek már bekészítve, a meglévő körparkolót 38 új helyen bővítik. Emiatt ez várhatóan a nyár végéig nem is lesz használható. Addig egyébként a tervek szerint minden munkálat befejeződik. A térburkolat megújítása mellett a 400 millió forintos projekt nevéhez híven a zöldítésre is nagy hangsúlyt fektetnek. 20 darab új fát fogunk elültetni a téren, valamint automata öntözőrendszert is kialakítunk, hogy nyilvánvaló módon a fenntarthatósági szempontokat is figyelembe vegyük, valamint meg fog újulni a térvilágítás is, így igen impozáns lesz a Szalkai László tér este is, csak úgy, mint a szomszédjában lévő Kölcsei tér. Gyakorlatilag a Kölcsei tér folytatásaként is tudjuk értelmezni a Szalkai László tér teljes körű térrekonstrukcióját. A projekttől függetlenül, de azzal összhangban felállítják a közelben a városban született Szalkai László egykori esztergomi érseket és fivéreit ábrázoló szoborcsoportot. A tér másik oldalán pedig megépítik a képes kávéházat a Makovec életmű befejezéseként, ez már nettó 200 millió forintos hazai forrásból. Több mint 36 millió forint értékű mobil röntgenkészüléket vásárolt a Nyíregyházi József András Kórház egy civil adománygyűjtő akciónak köszönhetően. A karitatív kezdeményezést két helyi vállalkozó indította el, ehhez pedig végül több mint 200 felajánló csatlakozott. A hordozható készüléket a jövőben elsősorban fekvő betegosztályokon és a COVID részlegen alkalmazhatja az intézmény. Ez az a 240 kg súlyú mobil röntgenkészülék, amelyel a jövőben könnyebbé és hatékonyabbá válhat a Nyíregyházi József András Kórház betegeinek kivizsgálása. Az eszköz érdekessége, hogy az intézmény a megyeszékhely lakosainak köszönheti beszerzését, kiemelve két vállalkozót, akik útjára indították a kezdeményezést. Dudás László és Humicskó István még márciusban fordultak a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakért közhasznú alapítványhoz, végül pedig nem kevesebb, mint 203 személy csatlakozott az akcióhoz. A civil összefogás összesen közel 37 millió forintot eredményezett. Ebből az összegből vásárolhatta meg az intézmény a röntgenberendezést. Legelőször ugye ez volt a legnagyobb feladat nekünk kitalálni azt, hogy hogy tudjuk úgy összegyűjteni akár a vírustesztelőgépre, akár erre a röntgenkészülékre úgy az összeget, hogy nem érintkezünk pénzzel, és nincs az, hogy mi ezzel kapcsolatba kerülünk. Ezért ez volt a feladat nekünk a legnagyobb, hogy hozzunk létre egy alapítványt, illetve hogy tudjuk ezt összehozni. Sikerült megtalálnunk a kórház, ugye a kórházi ismerős révén sikerült megtalálni a kórháznak ezt az alapítványát, és gyakorlatilag így leegyszerűsödött a folyamat, és könnyen el tudtuk nyitani ezt az egészet, nem kellett rá sokat várni. Az új berendezést elsősorban intenzív terápiában részesülő fekvőbetegek vizsgálatára fejlesztették ki, akik súlyos állapotuk miatt nem vihetők a beépített nagy kapacitású röntgenkészülékhez.
az intézmény radiológiai osztályának vezetője hangsúlyozta. A hordozható röntgenkészülék használata a járvány elleni védekezésben is fontos szerepet tölt majd be. A dolgozók, illetve a többi beteg biztonságának szempontjából is nagyon fontos, hogy azon a helyen, ahol fertőzés gyanús vagy fertőzött betegeket kezelnek, legyen egy olyan készülék, amit nem kell elmozgatni a kórház épületéből, mert nyilván ezeket a betegeket nem tudjuk a radiológiai osztályon, nem tudunk a radiológiai osztályon felvételeket készíteni róluk, úgyhogy emiatt fontos, hogy abban az épületben is legyen egy mobil röntgenkészülék. De a készüléket nem csak a járványügyi helyzet ideje alatt tudjuk hasznosítani, hanem egyébként is, mert nem csak a fertőzött betegeket, hanem súlyos állapotú betegekről is készül helyszíni felvétel. A kórházban több ilyen részleg is van. A kórház főigazgatója az eseményen azt emelte ki, a kihívások és nehézségek mellett pozitív hozadéka is volt az elmúlt hónapok járványhelyzetének. A Dorján Gusztáv elmondta, ilyen mértékű társadalmi összefogásra korábban sem az intézményben, sem pedig a városban nem volt példa. Hozzátette, ezzel és a korábban a Bige Holding által adományozott vírustesztelő műszerrel már mintegy 100 millió forint értékben gyarapodott a kórház eszközparkja. Nagyon érdekes, hogy lelassult a világ, és embereknek eszébe jutott, hogy lehet segíteni is. És ez a segítségnyújtás, ez tükröződik itt a mai napban is tulajdonképpen, hogy egy vállalkozói csapat, hogy így fogalmazzak, egy vállalkozói csapatnak eszébe jutott, hogy szeretne valamit adni a kórháznak. Ami nagyon fontos volt, hogy nem határozták meg, hogy mit, hanem megkérték azt, hogy mi mondjuk meg az intézmény, hogy mire is lenne szükségünk. Így jött az az ötlet, hogy egy ilyen mobil röntgen készüléket szerettünk volna beszerezni, ami országosan is különleges. A Dorján Gusztáv hozzátette, a megyében működő egészségügyi intézmények hatékony munkáját bizonyítja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében senki nem hunyt el koronavírus következtében, a kórház pedig már dolgozik az esetleges második hullámra való felkészülésen. A speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat bevezetésével kívánja segíteni a munkahelyteremtést a koronavírus járvány idején a Magyar Honvédség. A munkanélkülivé válókat bruttó 161 ezer forintért várják, a fél éves kiképzés után pedig akár hosszabb távon is kínálnak karrier lehetőséget az önkénteseknek. A Magyar Honvédség is részt vesz a kormány gazdaságvédelmi akciótervében, elsősorban a munkahelyteremtésben. Ezért az ország 25 helyszínén várják azokat a 18 és 50 év közötti állampolgárokat, akik elvesztették a munkájukat és vállalják a 6 hónapos kiképzést. Ezt a honvédelmi miniszter mondta a napokban egy budapesti sajtótájékoztatón. Benkő Tibor hozzátette, az első képzések július 1-én indulnak, az idén pedig 3000 jelentkezőre számíthatnak, ez a szám azonban tovább bővíthető. A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság második katonai igazgatási központ parancsnoka a televíziónknak elmondta, akár hosszabb távon is kínálnak karrier lehetőséget az önkénteseknek. Az önkéntes haderő és teremisztelesen csatlakozott a kormány gazdaságvédelmi programjához. Legfőképpen a munkahelyteremtést szeretné a haderő támogatni. Így a célja az, hogy itt a koronavírus időszakban munkájukat tett állampolgárnak segítsünk azzal, hogy a katonai szolgálatot, katonai kiképzésen való részvételt vállalnak, akkor munkahelyet kapnak a honvédségnél, korrekt munkahelyi körülményeket tapasztalhatnak, és természetesen mi abba bízunk, azt szeretnénk, hogyha sokan nem csak egy néhány hónapig, hanem hosszabb távon gondolkodnának a Magyar Honvédségben, mint munkáltatóban. A programban azok vehetnek részt, akik azon túl, hogy magyar állampolgárok elmúltak 18 évesek, a felvételhez pedig szükség van erkölcsi bizonyítványra, valamint egy egyszerűsített egészségügyi alkalmassági vizsgálatra is. A képzés rugalmas, bármikor vissza lehet térni a civil munkába, de a képzés végén akár profi katonai pályára is lehet lépni. Maga a kiképzés, amit ugye megbeszéltünk, hogy egy 6 hónapos kiképzési ciklus alaphelyzetben, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a lakóhelyhez legközelebbi helyszínen próbálunk mindenkinek helyet biztosítani, ezért a fővárosban minden megyeszékhelyen, de összesen 25 kiképzési helyszínen várja a Magyar Honvédség a pályázókat, a jelentkezőket. Egyébként a szolgálatra jelentkezni a Magyar Honvédség megyeszékhelyeken és fővárosban lévő toborzóirodáiban, vagy pedig a kormányhivatalokban a foglalkoztatási szerveknél lehet jelentkezni. Napi bejárásra megvalósuló képzésről beszélünk, ami első alkalommal 7. hó 1-én kezdődik. Ebben a kiképzési programban 3 ciklust tudunk megkülönböztetni, van egy alapkatonai, egy általános lövész, majd egy szakkiképzés szerepel.
A kiképzés során a katonai szolgálatot vállalók havonta bruttó 161 ezer forintos illetményre számíthatnak, de ezen kívül a résztvevők élelmezési, egészségügyi és ruházati ellátást is kapnak, valamint a felmerülő utazási költségeket is átvállalja a honvédség. Emellett pedig a hétvégék és az ünnepnapok is szabadok lesznek. Bővül a B-kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek köre. A magyar közlönyben megjelent új jogszabály egyik pontja szerint ezzel a fajta okmánnyal a 3,5 tonna feletti, de 4250 kg-ot meg nem haladó ösztömegű járművet is lehet vezetni, amennyiben az az országos mentőszolgálat sürgősségi betegellátást végző járműve. A Total Car cikke szerint ez a változás valószínűleg azért jött létre, mert a mai mentőautók már most is túllépik a 3,5 tonnát, így jóval nehezebb lehet olyan sofőrt találni, aki rendelkezik a megkülönböztető jelzés használatához szükséges kategória mellett C-kategóriájú jogosítvánnyal is. A másik változás, hogy az említett súlyhatárok közé eső alternatív üzemanyaggal működő járműveket is lehet vezetni legalább 2 éve érvényes, nem kezdő B-kategóriás jogosítvánnyal, amennyiben teljesülnek bizonyos feltételek. A mentőautókra vonatkozó változás néhány napja már hatályos, míg a második csak 2021. május 23-án lép életbe, és mindkettő csak belföldre érvényes. Az elmúlt hétvégén a Nyíregyházi parkfürdő termálmedencéjében is feloldották a korábbi korlátozásokat. Megszűntek ugyanis azok a szigorú szabályok, melyeket a járványhelyzet enyhülését követően a szabadtéri fürdők újranyitása során rendeltek el. Ezek jelentősen korlátozták a medencék egyidejű befogadó képességét, valamint a zöld felületeken személyenként rendelkezésre álló terület tekintetében is jóval szigorúbbak voltak a fürdőkre vonatkozó alapvető szabályoknál. Az új előírások értelmében valamennyi medence használható, működhet minden élményelem, nyithatnak a fedett fürdők, indulhatnak az úszóprogramok, vagyis újra szabadon élvezhetjük a strandolás, fürdőzés minden örömét. Azok az alapvető szabályok ugyanakkor továbbra is érvényben maradnak, amelyek már szinte részei a mindennapoknak. A 1,5 méteres távolság tartása, a rendszeres kézmosás, valamint a fokozott fertőtlenítés, szellőztetés a fürdők területén. Ezen kívül a folytatásban sem látogathatják a fürdőket lázas, hányásos, hasmenéses megbetegedésben szenvedők. A Sóstó Gyógyfürdők ZRT további fürdőinek tervezett nyitásáról a társaság a napokban a tájékoztatást. Sok zene, ének és tánc egy tanulságos és szívet melengető történetben. Ezt kínálja a Móricz Zsigmond Színház soron következő bemutatója, az Édes Charity. A musicalt a rutinos Horvát Illés rendezi, ebben a műfajban azonban most először kell helytálnia. A darab sok fiatal és új arccal augusztus közepén debütál a Rózsakert szabadtéri színpadon. Bútort néztem a leendő közös albérletünkbe. Hálószoba, konyha, hálószoba, nappali, hálószoba. Itt az összes spórolt pénzem. Istenkém, de gyönyörű ez a tó. Tudod mit? Dobjunk bele valamit, szerencsét hoz. Ezek az Édes Charity című musical első sorai. Június vége az évadzárásról szokott szólni a Móricz Zsigmond Színházban. Idén azonban a koronavírus miatt egy kicsit átalakult a menetrend. Most nyáron nem a szokásos pihenőiket töltik majd a színészek, hanem aktívan fognak próbálni. Az egyik ilyen elfoglaltságot éppen az Édes Charity szolgáltatja. Nem ez lesz az első rendezés a Horváth Illésnek a színházban, a musical műfajban viszont először mutathatja meg tehetségét. A rengeteg énekes, zenés és táncos elemet felvonultató Édes Charity története klasszikus, a színpadon mégis újszerű formában láthatja majd a közönség. Maga a musical egyébként egy klasszikus, a 60-as évek New Yorkjában játszódott, a 60-as évek Broadway színpadán is volt az ős bemutatója, tehát ebben a tekintetben mindenképpen hasonul a nagy kortársakhoz, a Chicagohoz vagy a Kabaréhoz, tehát ez is egy nagy kiállítású, színes, szélesvásznú, nagy zenekaros, nagy Broadway musical lesz. De valóban a történet egy kicsit rendhagyó, és egy kicsit eltér a szokványosnak mondható Broadway musicalektől. Ez részben annak köszönhető, hogy ennek a történetnek az alapja egy Fellini film, amit az 50-es években készítettek, a Kabiria éjszakái című Fellini film. Ennek a forgatókönyvéből készítettek a Broadway színház csinálói egy Broadway musicalt, majd később egy filmet is, tehát ebből 69-ben Shirley MacLaine főszereplésével egy filmet is forgattak.
A főszereplő táncos lányt Staub Viktória alakítja, de a szereposztás más neveket is tartalmaz, akiket még nem sokszor láthatott a nyíregyházi közönség. A sok új és fiatal szereplő között lesz például Jenővári Miklós, aki a magyarra nem fordított Daddy nevű karaktert fogja játszani. Én láttam a filmet, hallgattam a zenéjét, meg így igyekeztem egy utána nézni, amikor felkérte az Illés a szerepre. Én leszek a Daddy nevezetű karakter, aki nem került magyarosításra, úgyhogy Daddyként fog futni Nyíregyházán is, aki egy, igazából még nem tudok róla ugye nagyon sokat, mert még nem olvastuk el a dalagot, de egy vagány banda vezér, egy szektának lesz a vezetője, aki majd itt bonyolódik itt a történetekbe. A darab olvasó próbai hétfőn kezdődtek, de az elkészült musical csak a következő évadban láthatják a nézők kőszínházi körülmények között. Az első tervezett bemutató augusztus 16-án, vasárnap lesz a Rózsakert szabadtéri színpadon. Nagy lépést tett a bennmaradás felé a kisvárdai futballcsapat. Bódog Tamás együttese az NB1 31. fordulójában 2-1-re győzött Kaposváron. A forduló további eredményei a következők. Zalaegerszeg Budapest Honvéd 2-0, Mezőkövesd Molfehérvár FC 2-1, Puskás Akadémia Paks 3-1, Ferencváros Újpest 1-0 és Debrecen Diósgyőr 4-0. A tabella élén a már bajnok Ferencváros áll 73 ponttal, megelőzve az 59 pontos Molfehérvár FC-t. A 8. helyezett Kisvárda szerdán a 4. Puskás Akadémiát fogadja a Várkert stadionban. A világbajnoki ezüstérmes olimpiai 6. helyezett kenus Szegedi Károly nevét viseli a jövőben az újfehértói sport és szabadidőközpont. A vasárnapi névadó ünnepség keretében átadták a létesítmény mellett elkészült játszóteret, valamint 3 újabb helyi sportember portréja is felkerült a csarnok dicsőség falára. Szegedi Károly portréja már egy ideje ott lóg az újfehértói sportcsarnok dicsőségfalán, június 21-e óta pedig hivatalosan is a város olimpikon születjének nevét viseli a létesítmény. Az 1953-ban született Szegedi Károly a fővárosban ismerkedett meg a sportággal, és a budapesti építők majd a budapesti honvéd színeiben versenyezve 5 bajnoki aranyérmet szerzett. 1975-ben kenu 1-es 10.000 méteren világbajnoki ezüstérmes lett, majd az 1976-os montreáli olimpián az 500 méteres távon 6.-ként ért célba. Ez volt az utolsó versenye, mivel a szennyezett vízbe borulva elkapott egy fertőzést, és 2 év múlva 25 éves korában elhunyt. Vasárnaptól a csarnok neve mellett egy dombormű is őrzi az egykori olimpikon emlékét. Szegedi Károly életútja, ez nagyon-nagyon jellemzően hat a városra is, hiszen innen indult el, olimpikon volt, 6. az olimpián, 2. a világbajnokságon és számtalan érmet nyert a világeseményeken, óriási tehetség volt, és a sportnak köszönhetően megismerhette a világ is, és egy kisebb településről elindulni is mutatja, hogy bárhonnan, ha valaki tehetséges, ha vannak szakemberek, akik felismerik a tehetséget, és mi meg tudjuk adni a feltételeket ahhoz, hogy olyan létesítménybe tudjan dolgozni és edzeni és felkészülni a fiatal, akkor bizony határa a csillagoség, bármit el lehet érni. A Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke szerint a tehetség mellett szorgalom és elhivatottság is szükséges a sportsikerek eléréséhez. Erre szolgál példaként a névadó pályafutása. Nagyon büszke vagyok arra, hogy Szegedi Károlyról ez a szép létesítmény most elnevezésre került, mert azt gondolom, hogy ő egy igazi példakép lehet a fiataloknak, hiszen a sportban a kitartásáról, az elhivatottságáról volt híres, hogy így mondjam. Én sajnos csak Vikman Tamásról, Vajda Vilmostól kaptam információkat róla, hiszen én 1970-ben születtem, mert sajnos már nem találkozhattunk. Én azt hiszem, hogy minden fiatalnak, aki akár karatézzon, akár focizzon, én azt hiszem, hogy az ilyen tehetségek, akik igazából a szorgalmukról voltak legendák, én azt hiszem, hogy csak jó örökséget hordoznak. Mint Újfehértó polgármester elmondta, az idén 10 éves létesítményben mind az élsport, mind a szabadidősport képviselői megtalálhatják helyüket.
A komplexumunkban lehetőségük van a fiatalok úszás tanulása, úszás gyakorlására is. Annyira jó híre van az úszodánknak, hogy Nyíregyházáról is nagyon sokan járnak ki a rendkívül jó vízminőségünk miatt. Lehetőségük van a fiataloknak a sportcsarnokban labdajátékok gyakorlására, illetve az épületben van egy szabadidői központ rész, ahol bowlingozni tudnak a fiatalok, fallabdázni, és van egy minden igényt kielégítő konditermünk is, ahol férfiak, nők, fiatalok, idősek tudják a testüket fejleszteni. A névadó rendezvény keretében átadták a csarnok mellett elkészült játszóteret, valamint három újabb újfehértói sportember, Izsó Mihály, Hosszú Ferenc és Fazekas Marcell portréja is felkerült a létesítmény dicsőség falára. Végül nézzük a legfontosabb híreket ismét néhány mondatban. Nyár végére multifunkcionális rendezvénytere és új játszótere is lesz Máté Szalkának. A 400 millió forintos zöld város projekt részeként utcabútorokat és okospadokat is kihelyeznek, modern öntözőrendszert alakítanak ki, és a térvilágítás is megújul. A meglévő körparkolót is bővítik 38 új hellyel. A városban a projekttől függetlenül más munkálatok is zajlanak, például új kávéház épül. Egy civil összefogás eredményeként több mint 36 millió forint értékben mobil röntgenkészüléket vásárolhatott a Nyíregyházi Józsa András Kórház. A kezdeményezést két helyi vállalkozó indította el, végül pedig több mint 200-an csatlakoztak az akcióhoz. A hordozható készüléket a jövőben elsősorban fekvő betegosztályokon és a COVID részlegen alkalmazhatja az intézmény. Június 22-én hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, amellyel holnap este ismét várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Mára munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Gyenge hideg front jellegű hatás miatt az arra érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, szédülés, ingadozhat a vérnyomás és a reumatikus fájdalmak is erősebbek lehetnek. Kedrengelig erre többfelé csökken a felhőzet, helyenként záporeső zivatar kialakulhat, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 19 fok körül alakul. Napközben gomoly felhős napos idő várható, zápor előfordulhat, de csak elvétve. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmelegebb órákban 22 és 27 fok közötti értékeket mérhetünk. A következő napokban a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett erőteljesebb lesz a gomoly felhő képződés, és eleinte szorványosan, pénteken, illetve szombaton pedig már több helyen is számítani lehet záporok, zivatarok kialakulására. A hétvégétől néhány fokkal melegszik a levegő.